Sziasztok! Ez a mai egy nagyon izgi vlog lesz, vagy legalábbis az apropója mindenféleképpen az, ugyanis holnap lesz az első igazi közönség találkozom, és erről fog szólni ez a vlog. Még valamikor novemberben vagy októberben megkeresett egy cég, hogy a Bazilikánál lévő adventi vásáron lesz egy ilyen kis hütte, egy ilyen különálló kis zárt épület tulajdonképpen, és ott lehetőség van arra, hogy maximum 30 főig tartsak tulajdonképpen egy ilyen kis közönség találkozót, és ennek nagyon... Vince... Bocs, de Vince beledumál. Szóval, hogy én ennek nagyon-nagyon örültem, mert bár volt már egy-két ilyen kisebb közönség találkozó, de ez most tényleg egy olyan, ahol csak a miénk lesz az egész hely. Vince énekel szerintem. Szóval ez a 30 fő szerintem még pont egy ilyen kezelhető kis tömeg. Annak meg külön örülök egyébként, hogy egy ilyen karácsonyi vásáron lesz ez a közönség találkozó, mert bár idén nem voltam még a Bazilikánál lévő adventi vásáron, de tavaly meg talán tavaly előtt is voltunk kin, és szerintem a legszebb karácsonyi vásár Budapesten. Tavaly is volt ilyen fényfestés esténként a Bazilikára, ami tényleg nagyon-nagyon látványos. Van ott egy hatalmas, gyönyörűséges karácsonyfa, az Instagram állandóan tele van decemberben azokkal a fotókkal, amik arról a karácsonyfáról készülnek, ami ott a Bazilikánál van. Ajándékokkal is készülök a résztvevőknek, senki nem fog üres kézzel távozni. Úgyhogy szerintem meg is mutatom nektek, hogy hogyan készítettem össze az ajándékcsomagokat, mert ezt tegnap este csináltam meg, úgyhogy be is vágok erről ide egy kis videót. Este van, csend és nyugalom, zokni. Szóval elkezdem összerakni az ajándékcsomagokat. Amikor megtudtam és biztossá vált, hogy lesz ez a közönség találkozó, akkor mindig, amikor jött egy csomag, akkor megnéztem belőle, hogy mi az, ami nem kell nekem, de nem használtam, tehát ezek közül semmit nem használtam. Megnéztem, hogy mi az, ami nem kell, azt félre raktam, és így elkezdtem gyűjtögetni a közönség találkozóra azokat a dolgokat, amiket beleteszek ezekbe az zacskókba. Ott vannak az ajándékzacskók, azokat egyébként a Flying Tigerben vettem. Itt vannak a cuccok, amiket bele fogok tenni ezekbe az ajándék zacskókba. Abban vannak ott a szemsminkek, abban ilyen testápoló termékek, amik teljes kiszerelésűek, abban körömlakok vannak, ott vannak az ajaktermékek, és ebben itt ilyen kis utazó kiszerelésű termékek, mind az öt kupacból kerülni fog mindegyik szatyorba egy-egy termék. Lássunk is neki, mert soha nem fogok végezni. Így készültek el az ajándékcsomagok. Egyébként ma reggel még így frissebb fejjel átnéztem az összes szatyrot, hogy lehetőleg minden szatyorban különböző márkák termékei legyenek. Illetve próbáltam úgy összeállítani a szatyrokat, hogy lehetőleg mindegyik szatyorban legyen olyan dolog, amit biztosan tud majd használni az, aki kapja. Szóval, hogyha mondjuk egy szatyorban volt egy nagyon rikító színű rúzs, meg egy nagyon rikító szemhéjpúder, akkor kicseréltem egy másik szatyorban lévő sminkkel, hogy mondjuk a nagyon rikító színű szemhéjpúder mellé egy nude rúzs legyen,
Na, szóval értitek, tényleg szeretném azt, hogyha örömet tudnék okozni ezekkel az ajándékokkal, mert tényleg nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és tényleg boldog vagyok, hogy ennyien követtek, és kommenteltek hozzám, és mindig nagyon lelkesek vagytok, és nem tudom, hogy idén megköszöntem-e már ezt nektek, de tényleg nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt vagytok nekem, ugye YouTube-on most már 23 ezeren, yeah! Jaj, és meg kell majd még csinálnom a tombola jegyeket. Gondolkodtam azon, hogy ezeket a kis ajándékokat hogyan adjam majd át a résztvevőknek, és úgy döntöttem, hogy tombolát fogok csinálni. Érkezéskor mindenki kapni fog egy tombola jegyet, ami egy képnek a fele, a másik fele az ugye nálam lesz. Igazából azért döntöttem a tombola mellett, mert azt gondoltam, hogy ez olyan snasz, hogy így a végén adom oda, amikor elmegy mindenki, meg lehet, hogy így akkor esetleg tudnak majd ott cserélgetni is egymás között a lányok. De a lényeg, hogy nagyon remélem, hogy örömet fogok okozni ezekkel a kis meglepetésekkel, mert tényleg szívvel, lélekkel készültem, vadáztam hozzá nagyon szép kis szatyrokat. Na, megcsinálom a tombolához a szelvényeket. Azt találtam ki, hogy a Tigerben vettem egy ilyen kis karácsonyi színezőt, amiben 30 különböző kis képecske van, és azt fogom csinálni, ezeket a képeket kitépem, és félbevágom, és az egyik felét azt odadom majd a résztvevőknek, ugye amikor megérkeznek, a másik fele az nálam marad, és akkor amikor ugye lesz a tombolahúzás, akkor kihúzok egy cetlit, megmutatom, és akkor akinél a másik fele van, azé lesz az adott ajándékcsomag, illetve annak a cetlinek a hátuljára, ami a lányoknál lesz, arra ráírom majd a forhörtali hashtaget, hogy ezt a hashtaget használják majd, hogyha feltöltenek Instagramra valami képet a közönség találkozóról. Szombat délután 1 óra van, és elindulunk. A férjem eldob autóval, mert hogy elég nagy csomagokat kell cipelnem. Komolyan úgy érzem magam, mint a Mikulás. Ennyi szép ajándék. Alig várom, hogy odaérjünk. Nézzük akkor az elsőt, ami egy, szerintem ez egy hógömb akar lenni, és egy angyalka van az egyik felén. A másik felén nem tudom én mi, de akinek egy ilyen hógömbszerű valami van. Senki. De is így úgy kell. Most ugyanaz, a másik felén. Igen. Nem, hát csak hogy úgy nagyjából hasonló legyen. Na mondjuk, innen is csak így random. Mondjuk ezt. Köszönöm. Sok szeretettel. Aztán. Egészséggel!
Köszönöm.